Hello, hello, sziasztok! Csoda szép estét kívánok! Ma, június 2-án, ha minden igaz, talán szerda van. Na hát nagyon-nagyon frankó zöld napunk van ma, úgyhogy ünneplendő, hogy ennyire zöldbe öltözött a kriptopiac a mi kedvünkért. Kusama ugye nagy kedvencünk, 42%-os pluszban van. Binance Coin is óriásit realizott, de nem is látom itt a charton, hogy merre van. Engine 29%, ja, itt van Binance Coin, kb. 20%-os pluszban van. Úgyhogy nagyon-nagyon jól néz ki az elmúlt egy nap. Egyelőre Bitcoinra várunk, ami még mindig a háromszögben van, jelenleg a felső felénél, erre majd ránézünk a charton. Ha megnézzük az elmúlt egy hónapot, akkor ugye látjuk, hogy zömében még minden pirosban van. Egy-két coin, ugye a Memecoin, Shiba Coin, Matic, ugye, ami nagyon nagyot futott, ők vannak pluszba. Remélhetőleg ezeket a mínuszokat folyamatosan, ahogy konszolidálódunk és jövünk feljebb, egyre inkább ledolgozza a piac. Persze ugye a további esés sincs elvetve, de menjünk a napi hírekre, nézzük meg, hogy mit mondanak a hírek. Kicsit összekeveredtek a napi hírek, mert véletlenül bezártam az angol live alatt, és újra kellett nyitogatnom, és nem a megszokott sorrendben volt, ahogy sorrendbe raktam. Közben lecsekkolom, hogy minden frankon megye. Egyrészt, hogy megvan-e osztva a képernyő, másrészt, hogy igen, képernyő megvan, másrészt, hogy elindult-e a live. Úgy látom, hogy elindult frankon mindenhol. Szuper! Na, első hírünk. Tegnap már érintettük, de egy picit beszélnék még róla, mert azt gondolom fontos. Ugye ez a CBDCs témáról szól, ugye ez a Central Bank Digital Currency, ez a rövidítése, ez valójában a Nemzeti Banki Digitális Pénz, a más néven a Nemzeti Kripto, ami ugye a legtöbb országban már a jegybank műhelyében éppen előállítás alatt van. Kínában tudjuk, ugye, hogy már tesztelik is valós tranzakciókkal, illetve használják az egyik tartományban. És az az úriember, Yao Qian, aki részt vett ugye ebben a bizottságban, meg részt vett maga ennek az egész kínai projektnek a létrehozásában, ő bedobta egy konferencián azt, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha ezek a nemzeti banki digitális pénzek, ezek mondjuk futnának az Ethereumon, vagy ugye más smart contractos blokkláncokon is. Hogy ez miért fontos? Ugye itt beszél a digitális transformációról, egyebekről, a pénz koncepciójáról, mint digitális pénz, az innovációról, ugye, amit a kripto hozott el, a jövő digitális pénz az egyértelműen az okos pénz irányába megy el. Ugye a kormányok kifejezték, hogy egyelőre kétségeik vannak az, hogy ezek a nemzeti pénzek ugye smart kontraktos rendszereken fussanak. De ugye azt látja, hogy a lakosság sokkal többet profitálna maga ebből a technológiából. És ugye, hogyha egy lépést előbbre lépnénk, akkor a digitális dollár, vagy éppen a digitális jen futhatna direktben olyan blockchain hálózatokon, mint például az Ethereum, vagy a Diem. És maga a nemzeti bankok használhatnak, hogy ezen blockchaineknek a szolgáltatásait arra, hogy közvetítő nélkül direktben jutatnák el az ügyfeleknek, illetve a felhasználóknak a nemzeti pénzt. Ugye itt a Diem, ugye ha nem tudnád mi a Diem a Facebooknak a fejlesztés alatt álló coinja. A Diem, ugye a Facebook elég célkeresztben volt, mind Amerikában, mind Európában mindenki támadta. Azt is tudjuk, hogy Kína azért kezdte el gyorsan a saját kriptójának a fejlesztését, nehogy ugye a Diem előbb ott legyen és veszélyes legyen rá.
De annak ellenére, hogy ugye például Kínában tiltva van a Google, Facebook, ugye különböző VPN-ekkel, meg egyéb megoldásokkal azért csak-csak használják. Szóval érdekes, hogy pont a Dimeti hozta itt fel, nem tudom, az ADA-t, vagy a DOT-ot, vagy a Solana-t, vagy a Binance Coin-t. Úgyhogy érdekes. Minden esetre ugye arról szól ez az egész sztori, hogy sokkal jobban szolgálná a felhasználókat az, hogyha a nemzeti pénzeket felokosítanák, és azok valamilyen smart contracton futnának, ami ugye például az Ethereum mellett szól, hogy az Ethereum ugye egy publikus blokklánc, és ugye decentralizáltan működik, szóval valójában senki nem tudna belepiszkálni. A DIM az ugye azért a Facebook által, meg a Facebook partnerei által üzemeltetett blokklánc lesz, úgyhogy azt kevésbé mondanám. Viszont az, hogy egyáltalán egy ilyen publikus, decentralizált blokkláncot tennének, így ötlet szinten is nemzeti digitális pénzt, ez azt gondolom, hogy óriási előrelépés. Én még ott látok rengeteg kapcsolódási pontot, hogyha ezek a nemzeti pénzek valahogy bekapcsolódnak a hagyományos kriptokkal, például hagyományos kriptokon futó DeFi-jal, Ethereum-mal, és mondjuk tudsz ott akár likviditást adni, kamatot keresni azért, hogy likviditást adsz, hitelt fölvenni, szóval azt gondolom ez lenne egy fantasztikus dolog, ha kettő így kapcsolna. Egyelőre ugye azt nem látom, hogy a kormányoknak miért lenne érdeke, ugye itt nagyon múlik azon is, hogy például a bankok mennyire gyorsan tudják magukat felokosítani blockchain, kripto, DeFi témába, mert például, hogyha DeFi-t a bankok kezdenének kell népszerűsíteni, és picit magyarázni, meg akár ugye segíteni szapporttal, meg mint harmadik fél, akkor azt gondolom, hogy a nemzeti pénzek és a DeFi kapcsolata nagyon-nagyon jól elsülhet. Ugye ez a reportban egyrészt ugye a Wu Blockchain, aki egyébként ugye a Kínából jövő híreket folyamatosan Twitteren keresztül értesít minket, azt mondta, hogy vannak az ötlete, az hasonló, mint ugye amit az SEC-nek, a kriptomamának nevezett Hester Peirce is már ugye latolgatott korábban. Ugye tudjuk azt, hogy Amerika is dolgozik a digitális dolláron, az Európai Központi Bank a digitális eurón, tudjuk, hogy Ukrajna, Kanada, mi sokan dolgoznak rajta, Magyarországról egyelőre nem tudjuk, feltételezhetjük, hogy Magyarország is dolgozik valamilyen digitális forint megoldáson. Hát ugye a gázdíj miatt az Ethereum egyelőre nem, de tudjuk azt, hogy a gázdíj meg fog oldódni, erről még lesz itt több cikkünk, például ez. Érdemes, ha tudsz egy kicsit angolul, érdemes megnézni, hogy ez az Ethereum London Hard Forkról szól, mi fog történni, hogy ez az Ethereum 2.0 fejlesztésen belül átmennek ugye Proof of Work, Proof of Stake. Nagyon most nem akarom elmagyarázni, ugye az a lényeg, hogy nem számítógépek sok áramot fogyasztva fogják validálni a tranzakciókat, hanem ugye stékelés lesz, és ugye máshogy történik a tranzakció validálása. Nem kell hozzá annyi áram és számítási kapacitás, mint jelenleg. Ugye már volt is már egy Berlin Hard Fork, akkor volt egy kis javulás, és a London Hard Forkkal, meg a következő update-ekkel, amik jönnek, például az EIP-1559-es update-tel, valójában olcsóbbá, gyorsabbá válnak a tranzakciók, és az Ethereum az a díjak, amit beszednek a tranzakcióért, annak a díjnak a nagy része el lesz égetve, azaz folyamatosan kivonnak Ethereum tokeneket, vagy bocsánat, Ethereum coinokat, mert az Ethereum az coin, kivonnak a forgalomból, és ha már itt tartunk, hogy mi a coin és mi a token, coin az, ami az önálló blokkláncon fut, token az, ami például egy másik blokkláncon fut, például a Link az valójában egy token, mert az Ethereum blokkláncán működő token. Ez csak egy ilyen kis kitérő volt, érdemes ezt olvasgatni, elég hosszú cikk. Na megint talán Ethereumról van szó, három potenciális bika katalizátor az Ethereumnak júniusba. Oké, Frankó. Szup.
hogy itt azt látjuk még, hogy amikor a Bitcoin Bika piaca véget ért 2017. decemberében, akkor az Ethereum még utána mekkorát realizott, és ugye most itt is egy hasonló berajzolást látunk, de teljesen megmondom őszintén, Ether Black, Bitcoin Blue, Burance. Igen. Nem teljesen értettő a chart, megmondom őszintén, de majd még nézegetem. Amit viszont itt mutatnak, az az Ethereum aránya, az, ami market value to realized value, a piaci ár a realizált árhoz képest. Ugye ez ugye azt jelenti, hogy a jelenleg az Ethereum piaci ára a realizált árhoz képest messze van, szóval jóval följebb van a piaci ár. Ugye az, hogy ez az MVR ratio, ez ugye akkor alacsony, ha mondjuk nincs nagyon elismerve az Ethereum, mint technológia az árához képest. Úgyhogy ez a sok upgrade, meg ami jönni fog, meg amit a DeFi-ban tud tenni, ez mindenképp ezt fogja elősegíteni. Ugye itt előbb beszéltünk erről az AIP 1559-ről, ugye itt lesz, hogy elégetik a díjakat. A másik fontos indikátor, azon kívül, hogy jönnek ugye ezek a fejlesztések, amiről beszéltünk, hogy csökken az Ethereum mennyiség az exchange-eken, és akkor van egy érdekes csártunk erre, ahol ugye a szürke az Ethereum ára, a kék az Ethereum mennyiség az exchange-eken, ugye tőzsdéken, és látjuk, hogy ez igazából már tavaly július óta folyamatosan csökken az elérhető Ethereum mennyiség, volt 18 millió darab Ethereum az exchange-eken, most meg már csak 12 és fél millió darab körül van. És ugye, ha valami nem elérhető olyan nagy kínálatban az exchange-eken, és van rá kereslet, akkor ugye megemelkedik az ára. Technikailag is ugye egy kitörés előtt állunk, van egy úgynevezett fölfelé beszűkülő háromszögünk, általában ez egy bullish, azaz bika minta, és olyan magasra szokott kitörni, mint ez a része, ezt majd mindjárt megnézzük a tradingos csártokon, ha én nagyjából nézem, akkor mondjuk 3500-4000 dollárt mutatna. Hát azt mondja, hogy nem kell agresszívan beugrani jelenleg a piacra, hanem inkább az, hogy ugye az aljakat vesszük meg, ugye ez volt egy jó stratégia. Jelenleg egyébként az Ethereum a 2500 dollárra támasza, de szerintem lesznek ilyen árelemzési cikkek is. Na, Coinbase, jönnek sorban azok a hírek, ahol a hagyományos pénzügyi dolgokat, mint például egy bankkártya vagy hitelkártya, meg azzal való költésre járó cashback, ezt mind összekötik. Jelenleg annyi történik, hogy ugye Apple Pay, Google Pay-nek még direktben nincs kriptos szolgáltatása. Múlt héten volt hírünk, hogy az Apple Pay keres kriptó és payment szakértőt, szóval valószínűleg az Apple Pay komolyan rááll arra, hogy akkor kriptó is lehessen költeni az Apple Pay-en belül. Ha nem tudnád, mi az Apple Pay vagy Google Pay, akkor az egy applikáció a telefonodon, amihez jelenleg bankkártyákat tudsz hozzá társítani, és amikor fizetsz, akkor csak ráteszed az ujjad, ugye leolvassa, vagy ő ránéz a szemedre, föloldja magát, és megtörténik a fizetés a telefonodon keresztül, úgyhogy nem kell elővenni a bankkártyádat. És most a Coinbase kártya felhasználók, akik az Apple Pay és a Google Pay-en keresztül használják, azok 4% ilyen kedvezményt fognak kapni. Most azt nem tiszta, hogy ez a kedvezményt, ezt hogyan kapják, hogy levonják az árból, de feltételezem, hogy cashbackben kapják vissza, és ugye a legjobb az, hogyha ezeket a cashbackeket, ezt ugye bitcoinban kapod vissza, mert az szépen halmozódik. Ugye erre már több példát is láttunk, hogy különböző hitelkártya szolgáltatók a cashbacküket bitcoinban adják, nem dollárban vagy forintban. Na, menjünk tovább. Binance NFT piac tér, 100 művészt, 100 alkotó kampányt hirdet meg,
ugye várja azt, hogy 100 különböző alkotó, művész, celeb, atléta, meg mindenféle ilyen híresség csatlakozzon hozzájuk, és elkezdjen NFT-t csinálni saját magukról, és ugye utána így a Binance segít ezt piacra dobni. Azt gondolom, ez egy remek alkalom. Ha bármilyen művész vénád van, akkor érdemes ezzel ismerkedned. Egyrészt tevődik át ide a művészet, és jelenleg ez egy nagyon felkapott dolog. Például lehet, hogy kreálsz valamit, egy ilyen valamit a blokkláncon, NFT formájába, és utána ezt kihozod, és lehet, hogy millió dollárokért adod el, ugye erre is van több példa, amit látunk. Például a nagy eBay is csinálja ki saját NFT platformját, és azt gondolom, hogy egyre többen, hogyha az eBay csinálja, akkor feltételezem az Amazon is fogja hamarosan csinálni, meg az Alibaba is, úgyhogy szépen-szépen jönnek fel ezek a... Ugye az NFT az non-fungible tokent jelent, és például, hogy csak értsed, hogy mondjuk van egy, nem tudom, foci csapat, és akkor a játékosokról csinálnak a blokkláncon egy ilyen, olyan, mint egy ilyen rajongói kártya, például az is NFT, vagy egy játékban, amikor ilyen, ezeket a skineket meg tudod venni, vagy avatárokat, akkor az is lehet egy NFT formába, meg mondjuk egy hagyományos műalkotást, nem tudom, a Mona Lisát, te megcsinálod NFT formájába, és te csinálod meg először, és csak egy darabot hozol létre, és azt árulod, de vagy bármi egyedi, amit te csinálsz, azt létrehozhatod NFT formájában. Jó, Chain Analysis tegnapi hírekben megnéztük, most nem fogjuk. Na, itt van, hogy mi a Bitcoinnak a következő lépés, amikor belép a csúcs, a szuperciklus csúcspontjába. Dan Held mondja ezt, Dan Held a Krakennek a marketing és business developer menedzsere, vagy vezetője, ő felel a növekedésért, és ugye azt mondja, hogy ez a csúcspont, és a szuperciklus, ugye ez benne van a pakliba. Erről egyébként van egy videóm, még nincs fönn a YouTube-on, de föl fogom tenni. Volt erre egy külön oktatás, egy gratis oktatás, ami nagyon-nagyon sikeres volt, és erről a szuperciklusról beszéltünk, ez kb. Egyébként 2 hónapja volt. Ezeken a gratis oktatásokon akkor tudsz részt venni, hogyha itt a leírásban szereplő korion.io-s linkem regisztrálsz, hogy egyrészt a Corion X projektünk támogatja a napi híreket, másrészt, hogyha itt regisztrálsz, akkor mindenféle webinárról, gratis webinárról, ingyenes képzésekről, meghívott előadókkal való beszélgetésekről értesülsz, e-mailen kapod meg a pontos csatlakozási linket és időpontot. Például e héten hétfőn volt egy, amit a Bitcoinról tudnod kell, gratis webinár, egy wallet oktatás, hogy hogyan kell egy walletet biztonságilag beállítani, telepíteni, illetve hogyan tudsz Bitcoint vagy kriptot vásárolni. Ez, hogyha most feliratkozol, akkor jó esélye ezt akár a holnapi nap, vagy a holnap utáni nap, ezt még megkaphatod, mert ki fogom újra is küldeni, illetve pénteken 18 órakor lesz egy traderekkel chartelemzés, trading, kereskedés témában egy webinárunk. A profit trader fogja bemutatni, akik egyébként mindenféle más eszközön is kereskednek, hogy hogyan érdemes trédelni, nem csak beleugrani, és nem az érzelmek által rángatva lenni, hanem hogyan érdemes a chartból olvasni, és különböző megbízásokat elhelyezkedni, iratkozz fel, és akkor kapod az infót. Oké, jönnek az intézményi befektetők, ugye ez egy mindenképpen egy nagy jel a szuperciklus kapcsán, ugye ez teljesen átalakítja a pénz áramlásnak a folyamatát, ebbe a, ugye a kriptoiparágban óriási pénz mennyiséget fog ez eredményezni, ami ugye beáramlik. Például képzeld el, hogy egy nyugdíj alap, aki minimum 1 milliárd dollárt fektet be, hogy ő akkor mibe hogyan fog befektetni. Óriási a vásárló erő, hogy a bitcoint megvegyék, és ugye a bitcoin árán nézve ez azt jelenti, hogy föl fog menni, hogy az új belépőket be tudja fogadni. Az ARK Invest
analízise, ugye elemzése azt mondja, hogyha az amerikai cégek 10%-a vásárolna a mérlegében, ugye a pénztárjába bitcoint, akkor a bitcoin 400 ezer dollárt érne el, és ugye ne felejtsük, hogy nem csak cégek vannak, vannak dollármilliósok, vannak kisbefektetők, vannak ázsiaiak, vannak afrikaiak, vannak magyarok, európaiak, és mindenféle, ugye Kínában is, például Ázsiában is rendkívül népszerű a bitcoin és a kriptovaluták. A következő 8 hónapban úgy látja, hogy eléri ezt a csúcspontot, amikor ugye a következő bika piac csúcspontját kell megnéznünk, ami egy további távolabbi 12 hónapban lehet, és ugye akkor látni fogja már, hogy ez a tézis, ugye ez a feltételezés vagy modell, ez mennyire valós, vagy éppen nem valós, hogy megállja a helyét. Én nagyon izgatott, hogy mi fog történni az elkövetkezendő években. Ugye azt mondja, hogy mint a hedge fund superstar Cathie Wood, ugye Cathie Woodról sokszor szoktam beszélni, nézd meg az előző híreket. Ugye Dan Hedről is azt mondja, hogy szerintük a jegybankok arra fognak kényszerülni, hogy bitcoint vegyenek. Mitől kényszerülhet egy jegybank arra, hogy bitcoint vegyen és tartson? Azért kényszerülhet rá, mert az infláció növekszik, és a jegybank ahhoz, hogy az ország pénztartalékát tudja tartani, tartja aranyban, tartja mindenféle egyéb eszközben, viszont hogyha a bitcoin ezt a pályát, amit eddig leírt, folytatja, akkor a jegybankok igenis előbb-utóbb be fognak érkezni. Erre már egyébként volt több, az egyik amerikai állami jegybank vezére, meg a Kanadában az egyik jegybanki elnöki bizottság tagja már pedzegette azt, hogy mi lenne, ha bitcoinba is tennének jegybanki tartalékot. Mi fog történni akkor, amikor a világ felismeri a bitcoin értékét? Ugye ez már többé nem csak egy ilyen liberális, akármilyen légből kapott dolog, mint ugye régen volt, ahol ugye mindenféle anarchisták, meg ilyen fura emberek tartották a bitcoint. Mi fog történni, hogyha elindul az igazi FOMO? Mi történik, amikor a központi bankok, ugye a jegybankok nekiállnak vásárolni? Az, amit ugye a szuperciklus fundamentálisan leír, az teljesen más. Ugye az, amit most láthatunk, az teljesen más mennyiség és tömeg érkezik, aki ugye felismeri a bitcoin értékét. Na, ennyi volt, ezt nyitva hagyom, lehet, hogy erről csinálok egy külön videót. Na, vannak ugye olyanok is, akik most ugye a FAD, amit tudod már mi a FAD, ami ilyen félelemkeltő hírek, de lehet, hogy valós is. A JP Morgan stratégia jelleg azt mondja, hogy a bitcoin zuhanásnak nincs vége. Értem szerint akkor szoktunk látni, hogyha azt szeretnék, hogy még lejjebb menjen az ár, és adott esetben tudjanak venni az intézmények. Tudjuk azt, hogy a JP Morgan azért elég komolyan manipulálta mind az arany, mind az ezüst árát. Ezzel saját maga és ügyfelei jó sok pénzt kerestek, és azt is tudjuk, hogy a bitcoinnál is már tett hasonlót. 2017-ben rendkívüli módon szidalmazta a bitcoint, és közben kiderült, hogy eközben le is ment ugye a bitcoin ára, és eközben egyébként frankon bevásároltak. Azt mondja Nikolaus, görög úriember elemző, a JP Morgan elemzője, hogy 24 ezer és 36 ezer közé mehet le. Hát, hogy ez nem ma 30 meg 36 ezer annyira nem új szám, mert hogy itt voltunk például a múlt héten is, viszont ugye jelenleg azt mondjuk, hogy 24 ezer és 36 közé mehetünk le. Ugye a fair értékben, hogyha például most az aranyhoz hasonlítaná, akkor 36 ezer dollárt kéne kitennie. Hogyha hozzáteszi még a volatilitási indexet, és úgy hasonlítja az aranyhoz, akkor 24 ezer dollárnál kéne lennie. Hát mondja azt, hogy a
Az aranyhoz hasonlítjuk ebből a szempontból, most ahhoz képest volatilitás hol kéne lennie, ez még azt gondolom, hogy még nem mozog együtt annyira a bitcoin az arannyal, hogy oda lehessen tenni. Viszont itt van egy másik jellegű sztori, ahol ugye azt mondja a JP Morgan elemzője, hogy hosszú távon az arany árát 145 ezer, nem az arany, bocsánat, a bitcoin árát 145 ezer dollárnál látja. És ugye azt mondja, hogy a volatilitás ugye az aranyhoz fog konvergálni, és ugye el fog így egy idővel ülni. Oké. Okay. A hosszú távú szignál kapcsán ugye problematikus marad az, hogy még ugye rövid távon ezt át kell vészelnie. Szerinte mielőtt a hosszú távú áremelkedés elkezdődik, azelőtt egy ilyen kapitulál, amikor kapitulál valaki, nem tudom annak mi az igéje, amikor szóval kapitulálásnak meg kell történnie kb. 26 ezernél, mielőtt tovább menjünk, ezt mondja nekünk. Jó, meglátjuk, hogy ez hogyan fog menni. Az a lényeg, hogy ha igaz, amit mond, akkor még leesett az ár, és onnan fog fölfele elindulni. Veterán trader Peter Brandt azt mondja, hogy továbbiakban is esett még a bitcoin ára, a korábbi május 70%-os esést követően. Ugye itt van, amit a Twitteren mond, hogy ugye két dolog, ami neki így most kihívást jelent, hogy pozitívan tudjon gondolni arra, hogy folytatódik a bika piac. Ugye amikor a 50%-nál magasabb korrekciót ért át a bitcoin, akkor az utána legalább 70%-os korrekcióban végződött. Amikor 50%-nál nagyobb korrekció csinált a bitcoin, akkor 7 hónap múlva jött az új csúcs legkorábban. Jelenleg ez az ő, hogy mondjam, vitaindító témája, és ebben értelemszerűen egy elég talán 62 éves vagy 65 éves tréder, szóval hagyományos piacokon kezdte, de ugye tudjuk azt, hogy a bitcoinban valami nem történt meg, az nem jelenti azt, hogy nem történhet meg. Az, hogy a 200 napos mozgó átlag alatt vagyunk, és hogy az medvepiac, az nem biztos, hogy medvepiac. Igen, eddig az volt. Oké, amit itt látunk, 2013-ot mutatja, ugye volt április 8-án egy csúcs, és onnan ugye 80%-kal esett vissza a bitcoin ára. És ugye utána jött egy következő nagy bull run, és fölment ugye erről a 300 dollárról 2400%-kal, több mint 1200 dollárig majdnem, szóval 2400%-os, az 24-szeres növekedés volt utána még, és ugye sokan ugyanezt mondják, hogy jelenleg valami hasonlóban lehetünk, és most bementünk ebbe az esős konszolidációs időszakba, de ugye sokan mondják, hogy mivel az intézményi befektetők jönnek, ezért ez most nem biztos, hogy annyira időben elnyúlik. Hogy itt ezt a 2013-as dolgot kérdezik meg tőle, hogy akkor erről mi a véleménye. Ez a mostani helyzet ez más, mint ugye korábbi. Ugye maga a COVID dump, ugye, ami tavaly márciusban történt, az is ugye a fundamentális szintek alá löpték a bitcoint, viszont ugye hamar magához tért röpke egy hónap alatt. Ugye ezen a csárton ezt látjuk. Ez volt ugye ez a márciusi nagy zuhanás. Itt is ugye több mint 50%-kal zuhant a bitcoin, itt még 10.000 dollár volt, itt már csak 8-9 ezer, aztán ugye 3.500 volt az alja, viszont egy hónap alatt helyre is állt. Oké.
ugye bitcoinról van szó, Anthony Pompliano mondja, ez a legnagyobb védelem a Földön, ami megvédi a vagyont. Extrém volatilitása van rövid távon, de hosszú távon a bitcoin fénylik. Ugye nagy munkája van abban, hogy megőrzi a vásárlóértéket, és ugye elkerülje a fiat valuták elértéktelenülését. Ugye ezt mondja a Anthony Pompliano. Következő hírünk, ugye ez már annyira nem lesz aktuális, de hogy bitcoin elutasította a 37.500 dolláros ellenállást, ugye ott lefordult, és hogy ugye az adatok azt mutatják, hogy ez a kapitulálás megtörténik a rövid távú bitcoin tulajdonosok részéről. Igazából ez a második része, mert egyébként most 38.000-nél is voltunk előbb. Oké, kritikus időket érünk, vannak medveminták, meg mindenféle egyebek, van pánik. Ugye a chartunk azt mutatja, hogy itt ugye van egy support vonal, van egy háromszög, ugye ebből most egyébként a bitcoin itt kíván kitérni, és ugye itt van egy ilyen másik nyakvonal, ami ugye ez a úgynevezett head and shoulders-nak a nyakvonala volt, ugye ez lesz még egy komolyabb ellenállás, és a Fibonacci szintek, ugye ettől a mélytől a csúcsig hozott Fibonacci szintek mutatják azt, hogy akkor melyik szinteket kell legyőzni, hol vannak ellenállások. A rövid távú bitcoin tulajdonosok, akik fűtik ugye az eladási hullámot, van egy úgynevezett rövid távú holderek, ugye jó lesz, ha megtudod, a holder azt jelenti, hogy aki tartja a bitcoint, és a hosszú távú holderek. Hosszú távú holder legalább az, akinek több mint 155 napja van bitcoinja, és nem adta el, a rövid távú holder meg akinek kevesebb, mint 155 napnál van. És akkor nézzük, itt van egy akkumulációs fázis. Ugye itt van az öreg coinoknak a disztribúciója, valószínű, hogy itt ugye a long term, a hosszú távú holderek itt eladtak, majd ugye itt van ez a beöntés, és itt látszik, hogy a Sniffer Reduction, hogy rendkívül csökkent a régi coinoknak a költése, szóval a régi coinok költése drasztikusan csökkent, szóval a hosszú távú holderek nem adtak el, így a rövid távú holderek adhattak csak el. Ugye több walletet is egyébként, több walletet is így boncolgatnak egy-ketten itt a YouTube-on, Twitteren, ahol megnézik, hogy mondjuk az, akinek van 100 000 darab bitcoinja, az a bálna, az igenis eladott egy csomót itt a csúcsban, április-májusban, és most visszavett, és több bitcoinja van, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt. Ez a short term, ugye SOPR arány, először olvassuk el a szövegbe, SOPR, Spend Output Profit Ratio for Short Term Holders, ugye amit a rövid távú holderek eladnak és profitban tesznek meg, azt akarja ezt mutatni. Látszik, hogy itt van ugye a 2019-es mini medvepiac, a március 2020-as nagy esés és a mostani, és látszik azt, hogy a rövid távú holderek valójában, ahogy mondjam magyarul, realizálják a veszteséget. Ugye ez azt jelenti, hogy akkor a rövid távú holderek eladnak, és inkább berealizálják a veszteséget. Tegnap volt ugye, tegnapi hírekben beszéltem arról, hogyha jól emlékszem, akkor 3,2 milliárd dollár értében adtak el ezek a rövid távú holderek, szóval nagyon nagy veszteséggel adtak el, zömük 5-25% veszteség között, viszont van olyan, aki 25%-nál nagyobb veszteséggel is eladott. Hát ugye a mostani piaci helyzet az ilyen csatateret mutat, ahol a bikák és a medvék harcolnak, amíg ugye egy világos trend kiformálódik a hosszú távú holderek és a rövid távú befektetők között.
Ugye ez a csata, ez meggyőzte a holdereket arra, hogy azonnal vásároljanak. Ugye tudjuk azt, hogy ezeket a mélypontokat a hosszú távú holderek megvásárolták. Következő hírünk annyira nem lényeges. Törökország jegybankja aggódik a bitcoin energiafogyasztás miatt. Érdekes, mert szerintem, hogyha az Elon Musk nem kezdi el a múltkori témát, akkor azt se tudták volna, hogy egyáltalán bitcoin fogyaszt energiát, vagy nem, vagy milyen energiát fogyaszt, de ez csak az én véleményem, szóval ezt nem kell készpénznek venni. Egyrészt dolgozik a török kormány a kriptoszabályzáson. Tudjuk, hogy Törökországban a magas infláció miatt azért rengeteg ember kriptózik, mert ezzel védi magát az infláció ellen. És ugye most dolgoznak ezen a szabályzáson, és ahelyett, hogy kijöttek volna valami pozitív hírre, most problémát látnak a bitcoin energiafogyasztásában, és ahogy ezt Kína is kifejezte, meg stb. Szóval igazából nekem ez a cikk ez azt mutatja, hogy valójában erre a negatív fados témára egy picit csatlakoztak, semmi más nem látok ebben. Írnak a crashről, ugye, hogy beszakadt az ára miatt, stb. Hát nem hiszem, hogy Törökország fogja megoldani a bitcoin bányászat energia hatékonyságát. Egyébként a Cathy Wood, az ARK Investmentnek a vezetője, aki ugye a Teslának befektetője, például beszélt arról egy interjúban, hogy ezek a szolárpanelek, ugye napenergiapanelek, akkor ezek az egyéb panelek, ami különböző megoldásban a napot vagy a szénenergiát hasznosítják, azok kiválóan ott helyben tudnának bitcoin bányászni, és ezt a dolgot felvetette az Elon Musknak, ha nem csodálkoznék azon, hogy akár az Elon Musk Teslája lenne a következő, aki kijönne azzal, hogy szuper akkumulátor, meg szuper természetes energiát hasznosító bitcoin bányászat. Tudjuk azt, hogy ugye itt írják is ebben a cikkben, hogy elindult ez a bitcoin bányászati tanács, amit ugye Michael Saylor hozott össze, bemutatta a bitcoin bányászoknak a Elon Muskot, úgyhogy nem csodálkoznék azon, még egyszer mondom, hogy a Teslánál egy nagyon komoly divízió létrejönne erre, és a következő egyrészt a bitcoin megmentőjeként tündökölne, mert szereti ilyenbe tündökölni az Elon Musk, másrészt meg ennek van relevanciája is, és ne felejtsük el egyébként, hogy a Teslának például az első negyedéves nyereségét nem a Tesla autók értékesítése adta, nem a Cybertruck, meg az S modell, meg az M modell, hanem a bitcoin árfolyam nyereség adta a legtöbb profitot nekik, meg a különböző ilyen megújuló energia akkumulátorok, meg paneleknek a gyártása. Ez csak kitérő, ezt valahol olvastam, de azt a cikket most nem találtam mára meg. És akkor, ha már Tesláról beszéltünk, akkor pont tanáló, itt jön egy hír, hogy azt mondják, hogy lényegtelen, de nagyszerű, hogy ez a bevezetője, egy új elektromos autó, ami kriptot bányászik, miközben parkol. Ez a Daymac-nak egy kanadai gyártónak az elektromos autója, és bitcoint, ethereumot, dogecoint tud bányászni, miközben az autó parkol, vagy éppen töltik. Szóval vagy parkol, vagy töltik, menet közben nem tud, de amikor áll, akkor tud. Ethereumot ugye már nem sokat kell bányászni, mert tudjuk azt, hogy az Ethereum, most hol tűnt a cikkem? Na, most meg bezáródott a cikkem. Elnézést. Ez hova záródott be? Hát nem hiszem el. Hát ilyen a live. Amikor live van. Jön csak, megtaláljuk-e újra.
Hát nem ugyanaz a cikk lesz, de itt van itt a cikkünk. Itt a cikkünk. Szóval ez az elektromos autó bitcoin tud bányászni. Míg a legtöbb autó ugye éppen veszít az értékéből a garázsodban, ez a Nebula Miner, ugye így hívják a bányászót, amit beleraknak, pénzt fog csinálni neked, miközben a Spiritus, gondolom így hívják a Spiritust, így hívják az autót, az parkol. Frankó, így néz ki, előről nagyon frankó néz ki, belülről is, hátulról kicsit idiótán néz ki. Az ára egyébként nem vészes, 19.900 dollár, ez durván mondjuk 6 millió forint, vagy már annyi sincs, mert ugye erősödik a forint, 5 egész valamennyi, 5,8 körül lehet talán, 5,8 millió forint, viszont ugye ez a deluxe modell a legalapabb, a luxus modell az 150 ezer dollár, azért annak megvan az ára. Valószínű, hogy ezek a luxus modellek ilyen felnikkel meg így kinézve, de igazából ilyen kis kétszemélyes elektromos autóval 6 millió forintból el tudsz futkosni, és közben még kriptot is bányász neked. Például Dogecoint bányászhatsz, azért is, mert a Dogecoint listázta a Coinbase, és szerintem erről lesz egy hír hamarosan, mert még nem az jön. Na hát, még Vitalik Buterin is meglepődik azon, hogy milyen lassan, hogy az Ethereum 2.0, hát ugye ő vezeti az egész csapatot, de ugye meglepődik az, hogy azt gondoltuk, hogy egy évet vesz igénybe, hogy a Proof of Stake-re átmenjünk, de valójában 6 évet. Hát ugye nehéz így pontosnak lenni. Ami lényeges ebből, az, hogy ugye ezek a fejlesztések elindul valami, tesztelik, kiderül, hogy az nem jó, újra csinálják, újra tesztelik, szóval rengeteg hosszú időben megy, és ugye sok minden egymásra épül, és ugye azt is figyelni kell, hogy az Ethereum már fut, ugye csinálja ezt a több millió tranzakciót naponta, és ahhoz, hogy átessen tenni, ugye például a Proof of Work-ról átmenni a Proof of Stake-re, meg a tranzakciókat így meg úgy megnövelni, az ugye nem kis meló. Na, itt jön a következő hírünk majd. Talán... Cardano ár erőjelzése, ugye ADA, más néven explozív magyarul nem tudom, robbanásszerű növekedés előtt áll. Ugye van egy minta, a MACD és az RSI is jól mutat. Egyből a csárthoz megyünk, itt is van egy fölfele beszűkülő háromszögünk, nagyon egészségesen 1,8-nál ezt áttörni, szóval 1,8 és 2 dollár az ellenállásunk, és 2,4-nél lenne új csúcs. Jól néz ki a MACD, ugye ez a MACD zöldben fordult, RSI magas, 50 fölött van, ez is jól néz ki. Bullish a trend, és lefele támasz 1,6, 1,3, fölfele ellenállás 1,8, 2,2. Ez volt a Cardano ár elemzése. A másik az Ethereum ár elemzése, 2700 dollár fölé növekszünk, tesztelhetjük a 3000 dollárt, ugye van egy 100 órás mozgó átlagunk, ami már följött 2600 dollárra, lefele támasz 2006, 2005, 20, 2005, igen, fölfele ellenállás volt a 2750, ezt már legyőztük, ugye ott volt egy Fibonacci szint, és itt is látjuk az ábrán, ezt a Fibonacci szintet legyőztük, illetve jelenleg ezt is legyőztük, ha jól láttam az előbb, de majd mindjárt megnézzük. Jó. Ezeket kb. Elmondtam, mint bullish a MACD-s bullish, meg a ez a MACD zöldbe fordult, mindaz is bullish. Bitcoin ár erőjelzés, hogyha bitcoin kitör ebből a háromszögből, akkor folytatódhat a rally, ugye ez kb. 39 ezer dollárnál van, jelenleg ott még nem jártunk. Lefelé ugye támasz 37 ezer dollár, 55-ös mozgó átlag a 4 óráson, 34 ezer is támasz, fölfele 39 ezer dollár ellenállás, lefele további támaszok 35 ezer, 33 ezer, 2, 32 ezer.
látszik ugye egyre inkább ez a háromszög szűkül be, ugye ez egy horizontális háromszög, mindegyik oldala, mert ez a két hosszú oldala, ez egyenlő kb. És látjuk, hogy vagy fölfele, vagy lefele, de ez hamarosan ki fog törni. Egyelőre eresi. A Megdi lelassult a bika zónába, az eresi 50-nél van, az elvileg jót mutathat. Fölfele ellenállás 39.040 dollár. És akkor itt a Coinbase listázza a Dogecoin-t hírünk. Idén 6000%-kal emelkedett a Dogecoin, és nem csak a Coinbase listázta, hanem a Bybit is. Ugye a Bybit egy leverage trading tőzsde, amivel tőkeáttétele lehet kereskedni. Ha ezeket kéred, a linkeket elküldöm, vagy lehet, hogy meg beteszem a videó alá. Ma már ugye el lehet kezdeni beutalgatni, vagy tegnap már el lehetett kezdeni. Csütörtökön 9 órakor Pacific Time, azaz ugye az a Pacific, talán a Pacific Time az a másik parti idő, ugye a San Francisco Los Angeles idő, és akkor kezdik a kereskedést. Látjuk, hogy a Times Square-en óriási kivetítőkön, Coinbase van mindenhol, Coinbase és a Coin, ugye már a Nasdaqon is elérhető, ez a New York Police Department, itt nekem is van fotóm ezek a Nasdaq jellel. Itt szokták ezeket a CNBC is, meg egyéb híradókat forgatni, ugye ez a CNBC-nek a híre, itt szokták forgatni, és akkor ugye ezt mindig látod itt a háttérben. Dogecoin, Elon Musk ugye összefonódott. Na hát örülünk neki Dogecoinból, akkor ezek szerint mégis lesz valami, lehet, hogy ez fogja vezetni a crypto adoption-t, maga a Dogecoin. Nézzünk rá egy picit a Fear and Greed Indexre, hogy néz ki. Hát még mindig 23-on vagyunk, ami extrém félelmet jelent. Tegnap 20-on voltunk, múlt héten 22-n egyébként, a hétvégén, ugye amikor mindenki pánikolt újra, akkor ugye voltunk 10 is. Elmúlt egy hónap szépen laposodik ki, mert ugye több mint 2-3 hete ezen a nagyon alacsony szinten vagyunk, és hogyha megnézzük, akkor ilyen alacsony szinten voltunk 2020 márciusi zuhanásba, és vissza itt a medvepiac napjaiban. Oké. Nézzünk rá egy picit a TradingView-ra, mi a helyzet. Látjuk, hogy így néz ki a bitcoinunk, hogy itt volt ez a Wyckoff akkumulációs sztori. Ugye itt lát a bálák, meg a nagyjátékosok itt vásárolgattak, tavaly évvégén, meg most évelején itt eladtak, most vásárolgatnak. És akik eladnak, azok, akik az elmúlt 155 napban vettek kb. Itt, meg ugye főleg a retail kis befektetők, ők adnak el ott. Jelenleg ugye ez volt a legalja, 29.000 dollár 600, utána 31.000 dollár, szóval maga az aljak is, ugye ez 4 órás csárt, az aljak is szépen növekednek, és ez a háromszög formációban vagyunk benne, jelenleg épp itt szeretne kitörni. Ami fontos egy-egy ilyen háromszögnél, de ezt lehet, hogy az Ethereum-on mutatom meg, mert ott már berajzoltam, ugye mindig ezt lemérjük ezzel a bottal, amit itt találsz a TradingView-n, és akkor ezt ide rakjuk, fölfele ez 50.000 dollárt elkerülni, lefele viszont ugye kicsit csúnyán nézne ki, 22.000 dollárt adna, úgyhogy jelenleg a fölfele kitörésnél vagyunk, amit történt, hogy vagy egyáltalán le is fordulunk, még a kitörés előtt is elindul lefelé, kitörhetünk, van egy visszateszt, elindul fölfelé, kitörhetünk, van egy visszateszt, visszajön a háromszög, elindul lefelé. Jelenleg ugye ezek a horizontális háromszögek általában a trendet szokták követni, szóval eddig a trend lefele volt, ha azt mondjuk, hogy a trend még mindig lefele, akkor lefele követheti a kitörés. Nézzük meg az Ethereumot, hogy néz ki. Ethereumnál egy picit más a helyzet, az Ethereum háromszög az inkább egy ascending háromszöghöz hasonlít, ami ugye
nem tudom jobban elmondani, hogy a felső része az horizontális, az alsó meg beszűkülő, látjuk, hogy folyamatosan beszűkül, itt viszont itt volt érintés, itt volt több érintés, és most várjuk, hogy itt legyen érintés, ez körülbelül 2890, és ezek jobb eséllyel fölfele törnek ki, de ha kitörünk, ugye itt is, amit előbb mutattam, visszatesz, vagy fölfele, vagy lefele. Ha lefele megyünk, akkor nagyobb lehet egyébként az esés, mint hogyha itt kifordul. Szóval lehet, hogyha itt kifordul, akkor nem megy le a célárik, hanem itt elhal az esés. Ha viszont egy ilyen hamis kitörést csinál, és úgy fordul le, akkor azért brutálisan leszokott jönni. Érdemes figyelni jelleg Bitcoin, Ethereumot. Nagyon szépen pluszban vannak az altcoinok, DOT is, meg többiek is szépen-szépen korrigálnak. Kuszamán indulnak a parachainek, éppen most nem tudom a Kuszamát, de Solana is szép 10% pluszban van, Link is nagyon szépen ment. Szóval nagyon jól néznek ki az altcoinok, kék token is nagyon szépen megy, jönnek ki ebből a lefele tartó trendből, viszont ugye mindenki a Bitcoinra vár, mert hogyha a Bitcoin lefele folytatja az útját, akkor az altcoinok elég nehézkesen fognak emelkedni, inkább ők is esni fognak. Itt a Kuszama 26%-os profit, gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. Nagyon szép. A Kuszama már ott van a május 12-i szinteket. Mindjárt eléri. Május 13-14-én a születésnapomon is volt ezen a szinten. Na, szóval érdemes nézni az altcoinokat. Sokan azt mondják, hogy óriási altcoin szezon jön. Egyelőre ugye a Bitcoinnak annyi lenne a kérés felé, hogy ne essen tovább, hanem ugye konszolidálódjon. Itt éppen egy másik berajzolás volt, de ebből a szempontból az most lényegtelen. Konszolidálódjon, és az jó eséllyel elindított egy altcoin rallit, de ebből mindenképpen ki fog törni, szóval ez nem szokott így nagyon tovább menni, hanem vagy kitörés folytatja egy másik alakzat, vagy lefele tör ki. Ha lefele tör ki, ugye utána az is lehet, hogy hamar visszakorrigál, de értelemszerűen itt a longosokat megint kirázza, megint ugye sok longost likvidálnának akkor, úgyhogy meglátjuk. Ami még fontos közlemény, a megosztásban találsz egy linket, ez itt van a Telegram csoportunk, Telegram csoportban mindenféle dolgot szoktunk beszélgetni, például volt a Binance Coin-nak egy jelzés ugye egy pár nappal ezelőtt, hogy érdemes venni ugye ezekben a leszúrásokban, amit hétvégén láttunk. Ugye aki itt vett $300 alatt, az nagyon jó járt, és itt még volt egy visszateszt, ezt a visszatesztet egyébként megcsinálta, ha jól emlékszem, és $420-ig ment a Binance Coin, úgyhogy ez most is volt szignál, meg korábban is, aki élt vele, az frankó pluszban van, le tudja kereskedni, ahogy szoktuk ezt tanulni. Ethereum leelőzheti a Bitcoint, erről majd egy külön előadást csinálunk. Ethereum 4 órás csárton ugye fölötte van az exponenciális mozgó átlagnak, ez egy jó jel a továbbiakban, ugye ez volt még délután, vagy hát délelőtt, ugye már most fölötte vagyunk ezeknek a szinteknek, van, aki posztolja, hogy mennyi profitot csinált, és itt beszélgetgetünk, úgyhogy érdemes ellátogatni ide, akár kezdő, vagy akár haladó, várunk szeretettel, a linkre kattintva tudsz beérkezni a csatornába. Örülök, hogy itt voltál, holnap mindenképpen találkozunk. Még egy közérdekű, mielőtt lezárom a sztorit, ugye ezt a live-ot, ezt tudod követni a Facebookon is, ugye ott, elmegyünk innen, tudod követni a Facebookon is, kérlek, ott nyomj egy lájkot és egy megosztást, illetve tudod követni a YouTube-on is, mint például most tesszük. Itt annyi, hogy én most hirtelen leiratkozok, nyomj egy feliratkozás gombot, nyomj meg mellett a kis harangocskát az összessel, így minden értesítést fogsz kapni, és nyomj egy lájkot. Meg tudod osztani a YouTube videót is, úgyhogy rámész a megosztásra, itt ki tudod másolni, át tudod bárkinek küldeni, be tudod helyezni, illetve meg tudod osztani egyenest a social médiákba. Ez azért fontos, mert minél több emberhez eljut a YouTube algoritmusa által, a
azáltal, hogy te lájkolod, megosztod, követed, stb. Kommenteled, ugye kommentelni is tudsz, kérdezni is tudsz, ilyenkor ugye itt van oldalt a chat, tudsz benne kérdezni, most ugye kevesen vagyunk már, mert nagyon késő van, legközelebb korábban fogom elkezdeni a live-ot, viszont itt tudsz kérdezni, és igyekszem válaszolni. Örülök, hogy itt voltál, várunk szeretettel, várunk a gratis oktatásokra, várunk a korion.io-s linken regisztrálni, és várunk a pénteki trader webinára, illetve e-mailen meg fogod kapni a hétfői, amit a Bitcoinról tudni kell, képzés felvételét és anyagát. Örülök, hogy itt voltál, csodaszép estét!